nagyon sokan is nagyon szeretnek ugye beszélni arról, hogy már nem elég a politika, valamit tenni kell, csapjuk az asztalra, most már oda kell lőni. Nagyon jó ez. Különösen klassz elgondolás, főleg amikor az átlag cselekvés az aláírt el, hogy a romantikus erőszak koncerten, a fegyverben, az Ómagyarország című számnál torka szakadtából az ember részegen ordítja, hogy fegyverbe. Ez egy nagyon klassz dolog, ha ordítsa is, ezzel vagy, hogy gyakorlatilag ez még nagyon kevés ahhoz, hogy bárki is erre ráépítsen egy olyan formát, ami ténylegesen erő és döntő tényező lenne. Ez, hogyha történelmileg végig kell nézni ezt a folyamatot, akkor talán el kell kezdeni abban, hogy ugye most induljunk ki abból, hogy mi egyfajta, de csak ugye a gondolkodás szintjén tényleg ne akarjuk dönteni ezt a rendszert. Mi ennek az első lépése? Egy értékrend alapján közösségbe szerveződünk, a közösségben létrehozunk egy olyan modellt, ahol a mi eszélyiségünk működik, ezáltal létrehozzuk a nagy társadalom kicsinyített mását, megmutatjuk, hogy ez jól működik, megpróbáljuk megvédeni, fegyvert fogunk, és elkezdünk a rendszer ellen harcolni. Ez ugye a gerilla mozgalom első lépése. Az utolsó lépés az, amikor ez az erő átalakul egy néphadsereggé, ami már reguláris ugye, elemekkel bír. A világtörténelem folyamán ugye két esetben alakult gerilla harc, az első, amikor egy rendszernek küzdenek, a második, amikor egy megszálló hatalom ellen küzdenek. A rendszernel való küzdelemnek nagyon jó példája akár Kuba, a Fidel Castro féle vonal, akár a Mao Tse-tung féle vonal, ugye. Most kommunistákat fogok felsorolni, de egy van, amit nem szabad soha elfelejteni, és ezt mindenkinek szoktam hangsúlyozni. A hadászatban, a harcászatban nincs politika. Ott azt használjuk, ami működik. Ha ezeknek az embereknek kiváló működ, azért mondom, aki legelőször is ember akar foglalkozni Mao Tse-tungot, mindenképp olvasson. Che Guevarát kötelező. Utálom, mint a szart, de attól függetlenül elolvastam mindenkönyvét. Nagyon fontos, kiváló szervező, és nagyon jó logisztikus. Amellett, hogy gerilla harcosnak nagyon nem volt jó, mondja Bolíviában, hogy egy rühes kutyát lelőtték, tehát az igazából már nem jött be az, hogy vérbe meg lángba borítja majd Dél-Amerikát, de ettől függetlenül szervezést nagyon komolyan lehet tőle a